A múzeumok éjszakájának egyik legizgalmasabb programja lesz az Ars Medicini, a gyógyítás művészete című kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum megújult orvos és gyógyszertörténeti gyűjteményében. A felújításra két ütemben nyerte el a fenntartó Kecskemét városa a Kubinyi Ágoston program támogatását. Így újíthatták meg a kiállítótereket, és így születhetett meg az új állandó tárlat. A tárlat 4 teremben a gyógyszertörténetet, 1 teremben pedig az orvostörténetet mutatja be. A régi tematika új témákkal bővült, bemutatják a gyári gyógyszereket, az illóolajokat és a gyógyszerreklámokat is. Emellett nagy hangsúlyt kap a tárlaton a helytörténet, a kecskeméti patikák, gyógyszerészek és orvosok megjelenítése. Az 1. teremben a kecskeméti patikák mutatkoznak be, a 2. teremben pedig a gyógyszerkészítés eszközeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. Újdonságként tablettát is készíthetnek a vendégek cukorból, amit maguk porítanak majd. A 3. teremben gyógyszerészeti alapanyagokat, homeopata gyógyszerkészleteket és egy kis szekrénykében a gyári gyógyszereket állították ki, meglepetésként illóolajokat is szagolhatnak a vendégek. A 4. teremben orvostörténeti emlékeket helyeztek el.